A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei április 30-án egy szlovén férfi által vezetett személygépkocsit vizsgáltak a röszkei határátkelő helyen. A járművet a pénzügyőrök kockázatelemzés alapján félreállították, szigorított vizsgálatra, mivel gyanússá vált, hogy a jármű alvázát átalakították a végre végrehajtott szerelésnél a jármű aljáról vadonatúj csavarokat távolítottak el a pénzügyőrök, majd ezt követően 21 csomagban összesen 14 kg marihuánát szedtek elő a rejtekhelyről. A pénzügyőrök az előkerült megközelítőleg 35 millió forint fekete piaci értéket képviselő kábítószert, valamint a két szlovén férfit feljelentéssel átadták a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság munkatársainak, ahol őrizetbe vételük mellett velük szemben jelentős mennyiségre elkövetett visszaélés kábítószerrel bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult.